Megyerikum, azaz a Győr-Moson-Sopron megyei értéktár része lett a Moson-Magyaróvári Piarista iskolában közel 300 éve folyó nevelői-oktatói munka. Az első kegyes tanítórendi szerzetesek 1739-ben érkeztek a városba. Azt gondolom, hogy a mi küldetésünk a helyi társadalomhoz szól, Moson-Magyaróvárhoz, a szűkebb környezethez, ehhez a járáshoz, a Szigetközhöz, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a társadalmat segítsük, fölkészítsük a diákjainkat arra, hogy aktív tagjai legyenek ennek a társadalomnak, és keresztény, hívő módon tudják átalakítani a társadalmat. A megyei értéktárat a 2012-ben elfogadott Hungarikum törvény alapján hozta létre a megyei önkormányzat azzal a céllal, hogy a térségben lévő épített vagy szellemi értékek szélesebb körben ismerté és az identitás részévé váljanak. A megyei értéktár fontos küldetésének tartja az identitásépítést. Márpedig az identitás építése az a múlt megismerésén, feltárásán és az értékek megismerése nélkül nem lehetséges. Nem véletlenül a Győr-Moson-Sopron megyei értéktár bizottsága az utolsó ülésén arról döntött, hogy egyébként a már negyedikumként régóta létező Szent László Hermáton, mely katolikus szempontból a harmadik legfontosabb szakrális értéke a nemzetnek, az kiemelkedő nemzeti értéki akarjuk jelölni. Hiszen Szent László volt, aki mindenhol védte a magyarságot a végeken, aki ezer éve segített abban, hogy itt mi magyarnak tudjunk megmaradni. Ezért nem véletlen a megyénk egyik jelképe is, és egyébként a megyei értéktár logójában is kiemelkedő szerepet látszik a Szent László Herma. De mehetnék tovább a megye különböző részén, a különböző szakrális értékeknél nem magát a csodálatos templomokat, hiszen gyönyörű épített örökségeink vannak, hanem az a kultúra, az a közösség, amelyet itt őriznek, akár itt a Sziget köztérségében, akár a piaristák, akár bárki másról beszélhetünk. Az oklevelet az iskola kápolnájában adták át. Nagy István agrárminiszter beszédében felidézte, Zsidanics István Moson vármegye adószedője a piarista szerzetesekre hagyta Magyaróvári házát. Két fia piarista szerzetes volt, így ismerte a Kalazanci Szent József alapította rendet. Kalazancius által kigondolt nevelés a következő célt igyekszik elérni. Képessé tenni a fiatalokat a teljes emberségükben való növekedésre azért, hogy át tudják alakítani a világot. Belegondoltatok ebbe? Készek lesztek átalakítani a világot? Lesz erőtök arra, hogy megóvjátok azokat az értékeket? És ahogy ez a fal itt áll több száz éve, ahogy megdönthetetlen az a hit, amiben hisztek, az erőnek is pontosan ilyen erősnek kell lenni bennetek. Hiszen ezt a magot ültetik el bennetek. Erre vagytok hivatotva, és ez a ti felelősségetek, hogy ezt meg is tartsátok. Az egyik 11. osztályos fiatalember szerint az iskolában családias a légkör. Ez kedvező körülményeket biztosít a tanuláshoz. Maga a közösség, ugye az iskola nagyon sok jó eredménye rendelkezik, ez is egy pozitív dolog volt, amikor abban maradtam, hogy ebben az iskolában folytatom a tanulmányaimat. A Győri Egyház megyében minden nagyobb városban lehetősége van a diákoknak katolikus környezetben folytatni általános iskolai tanulmányaikat, de a települések 40 kilométeres körzetében katolikus szellemű középiskolák is találhatók. Moson-Magyaróváron szerzetesi fenntartású az intézmény. Törekszünk arra, hogy minél élőbb legyen a kapcsolatunk az egyház megyével, az atyákkal, a plébániákkal, hiszen a piarista gimnázium a helyi egyházból fakad, és oda bocsátja vissza a növendékeit, akár 8 év után, akár 12 év után. Azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben különösen is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy minél élőbb és minél együttműködőbb, jobb legyen a kapcsolat a helyi egyházi közösségekkel, azokkal, amik valóban itt körülöttünk vannak. Ahogy a 3 évszázados piarista oktatás is egy folyamatosan megújuló, a kor kihívásaira választ kereső nevelési folyamat, az értéktár sem egy poros, virtuális raktár akar lenni. Az értéktár egyik fontos feladata, hogy azok az értékek, amelyek egyébként megvannak körülöttünk, amely mellett elmegyünk, akár fizikális értelemben, akár a virtuális világban csak átkattintunk, azokon elgondolkozzunk, hogy azok miért határozzák meg az életünket. Tehát nem véletlenül a megyei értéktárban rengeteg 20. századi életmű szerepel, hiszen gondoljunk bele, a győri püspök vértanúsága nélkül nehezen elképzelhető a rendszerváltoztatás utáni keresztény gondolkodás például Győr-Moson-Sopron megyében. Boldogapor Vilmos élete és vértanúsága mellett a vérrel könnyező kegykép, a Fertőszentmiklósi templom oltárai,
a Kópházi Kegytemplom és a Kunszigeti Jézuskeresés is a megyei értéktár része.